Felgyúltak a karácsonyváró ünnepi fények a belvárosban, a hétvégén elkezdődött a Ceglédi Advent a Szabadság téren. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban mutatjuk a többi hírünket egy-egy mondatban. Koncertek, gyerekműsorok, jégtánc bemutató az első ünnepváró hétvégén. Különleges alkotások, Erdőn mezőn címmel nyílt kiállítás a Ceglédi Galériában. És tetőfelújítás, beázott a TV épülete a Teleki utcában, muszáj cserélni a tetőlemezeket. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió hétfő esti híradójában. Szombaton este felgyúltak a belvárosban a karácsonyi fények, és megnyílt a ceglédi jégpálya. Ezzel kezdetét vette a ceglédi advent. Sokféle finomság és finomság egyebek mellett forralt bor és kürtös kalács is várta a térre kilátogatókat, de jégtánc bemutatót, bábelőadást és jégszobor faragást is láthattak az érdeklődők. Az esős idő ellenére is voltak, akik kilátogattak szombat este a Szabadság térre. A közönség a színpadra hívott gyerekekkel együtt visszaszámlálva várta, hogy végre láthassa a csodálatos ünnepi fényeket. A polgármester dr. Csáki András köszöntő beszédében úgy fogalmazott: advent az év egyik legkedvesebb időszaka, alkalom arra, hogy egy kicsit elcsendesedjünk. Egy kicsit végig gondoljuk az életünk értelmét, hogy felkeressük azokat, akiket régóta nem láttunk, megbocsássunk azoknak, akikkel haragban álltunk, bekopogjunk a szomszédhoz és megkérdezzük azt, hogy hogy van, lehajoljunk és felemeljük az elesetteket. Szerintem ez advent lényege, és ez az egészi karácsonyi légkör magában hordozza ennek a lehetőségét. Csak rajtunk múlik az, hogy élünk-e vele. Én nagyon-nagyon boldog adventi időszakot, és áldott karácsonyt kívánok a város összes lakójának. Többen gyermekükkel érkeztek a térre, hiszen szerették volna, ha a szép fényeket látja a kicsi is. Azért jöttünk, mert hogy hirdették, hogy fölgyulladnak a fények itt fél hat magasságában, és szerettük volna megnézni, és a kislánynak is először megmutatni, mert tavaly még nagyon pici volt, és akkor hogy ő is lássa, és ezért jöttünk, mert megnézzük azt, hogy milyen finomságok vannak, megkóstoljuk. Sándor felesége is nagy örömmel jött a térre, mint mondta, szépnek találja a város fényeit. Nagyon tetszik nekem is, és tavaly minden este ki kellett idejönni, mert a Johannának nagyon tetszett a karácsonyfa, és most is szerintem minden este ki fogunk jönni, megnézni. Az óriás kerék pedig igazi meglepetés volt számukra. Nem számítottunk arra, hogy a óriás kerék világítani fog, ez elég meglepetés, és nagyon szép. Nagyon tetszik, hogy nem olyan nagyon magas, hogy tényleg, hogy ki lehet próbálni, hogy akinek tériszonya van, annak is megfelelő. Kovács Lajosék is a gyerekeikkel együtt érkeztek a térre, és néhány finomságot meg is kóstoltak. Eszünk hotdogot, viszünk még ezt a kalácsot, kürtös kalácsot, és aztán elmegyünk. A karácsonyi fényeket pedig évről évre megcsodálják a városban. Mindig is szépek, tehát minden évben. Én nekem a munkám által nagyon sokat járunk a városba este. És mi általában, hogyha tehetszerint tehessük, mindig eljövünk erre. Tehát nagyon szép. Tehát évek óta. Nekünk tetszik. A térre kilátogató gyerekek a Ne felejts báb színház előadásán szórakozhattak. Hiszen ez a hó teli van madárnyommal. Én meg azt hittem, hogy a madarak odafenn a kék égen repülnek. Majd láthatták a jégördögök különleges előadását is. A pálya mellett jégszobor is készült. A jégtömbből egy angyal alakot faragtak ki. Ezzel kezdetét vette a ceglédi advent, ahol minden nap finomabbnál finomabb ételek és italok várják a kilátogatókat, és szebbnél szebb ajándéktárgyakat, karácsonyi díszeket is lehet vásárolni. Hétvégenként pedig koncerteken és programokon vehetnek részt az érdeklődők. A hétvégén fellobbant az első adventi gyertyalángja a Szabadság téren. Az ünnepi alkalmat a Baptista Egyház műsora kísérte. Beszédet Molnár József lelkipásztor mondott. Úgy fogalmazott, advent nem csak a várakozás, hanem a kegyelem ideje is.
Meggyújtották az első gyertyát a Szabadság téren, ezzel elkezdődött a várakozás időszaka. Molnár József lelkipásztor úgy fogalmazott, az adventi időszak különleges jelentőséggel bír az emberek életében, mindennapjaiban. Nem csak a karácsony készülte, a karácsonyi ünnepre való gondolás jegyében teljenek az adventi napok. Advent azt jelenti, ami számunkra, a kereszténység számára, hogy újra eljön az emberfia, az Úr Jézus Krisztus. Eljön, és az ő eljövetele bizonyára sokunkat fog olyan helyzetben, gondolatban találni, amikor úgy gondoljuk, hogy igen, jó, hogy jön. Amikor Isten visszaküldi az ő fiát, az azt fogja jelenteni, hogy a mi emberi életünk Isten üdvözítő munkájának a kiteljesedése és beteljesedése megtörtént, folytatta a lelkipásztor. Advent számomra nem csak a várakozás ideje, hanem Advent a kegyelem ideje is. Hiszen amíg nem jön vissza az ember fia, ebben a világunkban az emberiség számára lehetőség van. Lehetőség van arra, hogy meghallja Isten hívó szavát. Lehetőségünk van arra, hogy végig gondoljuk, hogy az életünk végére mire is számíthatunk, mit is nyerhetünk meg, mire is gondoljunk. Advent első gyertyájának meggyújtását a Baptista Egyház műsora kísérte. A gyertyát Molnár József baptista lelkipásztor a gyülekezet legfiatalabb tagja segítségével gyújtotta meg. A helyi zenészek, zenekarok mellett advent minden hétvégéjén fellépnek országosan ismert előadók is a Szabadság téren. Vasárnap Polyák Lilla adott koncertet, most szombaton pedig Kollányi Zsuzsi énekel majd a színpadon. Rövid híreink következnek. Az adventi programok között idén is helyet kapnak könnyű zenei műsorok. Szombaton a Cocktail for You zenekar adott koncertet, de országosan ismert művészek, előadók is fellépnek a karácsonyig tartó 4 hétvégén. Most vasárnap a gyerekeknek Kovácsovics Fruzsina énekelt, majd Polyák Lilla színművész csalt vidám perceket a kilátogatók szívébe az ismert magyar és külföldi musical dalokkal. Ezen a héten szombaton este 7:30 Kollányi Zsuzsi ad koncertet, de Bogi és Kökény Attila is fellép majd. Advent idején minden hétvégén hangversennyel is kedveskednek a ceglédieknek. Szombaton egy különleges előadást láthattak az evangélikus templomba érkezők. Bognár Szilvia, Királynóra és Kovács Zoltán triója énekhangra, gótikus hárfára és nagybőgőre hangszerelt zenei palettájából hozott egy csokorra valót. A magyar népdalok fonódtak össze az európai középkor zenéjével, így hallhatott a közönség egy egészen különleges hangulatú karácsonyi hangversenyt, amely a Köszönjük Magyarország nevű program révén jöhetett létre. E hét vasárnap délután 3 órakor a ceglédi fúvó zenekar mutatja be ünnepi repertoárját a református gyülekezeti házban. Idén először óriás kerékről is meg lehet csodálni a fényárban úszó belvárost. Az ország számos településén bevett szokás advent idején, hogy óriás kereket állítanak, ezzel is színesebbé téve a programokat, emelve az ünnepvárás hangulatát. Az idei adventen Cegléden is áll a Szabadság téren óriás kerék, ami kivilágítva önmagában is szép látvány, és akik felülnek, 12 méter magasból megcsodálhatják teljes pompájában az adventi vásárt. Erdőmezőn címelnyílt kiállítása a Ceglédi Galériában péntek délután, mellyel kezdetét vette az idei adventi programsorozat. A tárlaton Kósa Klára és Kósa Judit keramikus művészek, valamint Simon Ilona könyvtervező művész alkotásait csodálhatják meg az érdeklődők. Édenkertbe érkeztek péntek délután a Ceglédi Galériába látogatók. Erdőn mezőn címmel nyílt kiállítás. Kósa Klára és Kósa Judit keramikus művészek, valamint Simon Ilona könyvtervező művész alkotásaiból. Mindhárman évtizedek óta foglalkoznak a szimbólumokkal, így nem véletlen, hogy tárgyaik teli vannak jelképekkel. A megnyitón Détári Lukács Ágnes, a Kossuth Művelődési Központ ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Kósa Klára mutatta be a kiállítás tárgyait és mesélte el történetüket.
vannak a meseerdőfái, vannak a madarak, vannak mindenféle gyönyörű virágok, és van középen az Éden kertje. Ugye van egy kert, ahol soha nem jártunk, senki nem járt, egyikünknek a lába sem volt oda berakva, mégis emlékképünk van róla, ez az Éden kertje. Ahol megtalálható az élet és a tudás fája, az eget földet összekötő világtengely, valamint 4 folyó, mely rabul ejtett bennünket. És mivel mindenünk megvan, már csak meg kell tanulnunk örülni, mondta a keramikus művész. De nem csak az Édenből, a vidéki élet szépségeiből is inspirálódtak. Gondoljanak bele, hogyha valami jó helyre akarnak menni, hova mennek? Vidékre. Hogyha valami jó házat akarnak venni valahol, hova mennek? Vidékre. Ha vadászni kell, ha horgászni kell, ha pihenni kell, akkor nem egy pesti gyárudvaron fognak sétafikálni, hanem mennek vidékre. Tehát a vidék az egy csodálatos dolog. A tárlat megnyitóján Szerényi Béla, MMA akadémikus által vezetett Bokros trió is emelte a hangulatot. Az egyedi színpompás kiállítás egészen december 31-éig lesz megtekinthető a Ceglédi Galériában. Több helyen beázott az épület, ezért nem lehetett tovább várni a Városi Televízió tetőszerkezetének javításával, felújításával. A Teleki utcában álló egykori gombos villán 1997 óta nem végeztek komolyabb renoválást. Jelenleg az önkormányzat 3 millió forintos támogatásával a bádogos munkákat végzik, ez pedig hosszú távú megoldást jelent majd a beázások elkerülésében, a védett épület állagmegóvásában. Jelenleg is zajlik a Városi Televízió épületének tetőjavítása. A lemezek elhasználódtak, öregek, több helyen is beázott az épület, a falak, ezért mindenképpen szükségszerű a felújítás. A munkák során kiderült, hogy az alátét deszkázat gyenge és a kiszellőzés nincs megfelelően kialakítva. A szakemberek ezt a problémát is megoldják, majd a régi tetőlemezeket lecserélik. A felújítással hosszú távon megoldódik a megfelelő vízelvezetés, beázástól jó darabig nem kell tartani, ígéri a kivitelező. A bádogos munkákra az önkormányzat 3 millió forintot biztosított. A Városi Televízió épülete helyi védettség alatt áll. A villa eredetileg a Gombos családé volt. Az utolsó tulajdonos Gombos Dénes, szülésznőgyógyász, nevének monogramja ma is megtalálható a ház bejárati ajtaján. Az 1920-as években épült villa napköziként is működött, sokan így emlékeznek rá. A Városi Televízió az 1990-es évek végén költözött ide a Teleki utcába, akkor végeztek az épületen utoljára komolyabb felújítást. Faadományjal és tartós élelmiszercsomaggal segített egy rászoruló családnak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az elnök Jakab István elmondta, céljuk, hogy mindenkinek tudjanak segíteni, aki megkeresi őket, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma a segítségkérő. Egy utánfutóról rakták be a kertbe azt a faadományt, amit egy nehéz helyzetbe kerülő családhoz vittek szombaton délután a Ceglédváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői. Jakab István elnök úgy fogalmazott, nagyon fontosnak tartják azt, hogy segítsenek a rászorulóknak. Főleg most, hogy bejöttek a hidegek, hogy akiknek nincs tüzelőjük, hogy segítsünk, mert az egészségük, az életük veszélybe kerülhet, és megkerestek minket egy ilyen kéréssel, hogy segítsünk, mert egy ilyen sajnos átmeneti nehéz helyzetbe került ez a család, és hála a jó Istennek, hogy egy-két napon belül tudtunk segíteni. És igaz, hogy csak tüzelőt kértek tőlünk, de élelmiszercsomagot is hoztunk a családnak. Jakab István egyúttal köszönetét is kifejezte. Ezúton szeretném megköszönni a Ceglédi Hídgyülekezetének és a Hisz karitatív szervezetének és Kozák István vállalkozónak a felajánlásokat. Cegléden nagyon sok családnak fogunk osztani tüzelőt, és az ő segítségük nélkül nem tudnánk ezt megvalósítani, és ezúton szeretném megköszönni. Cegléden nagyon sok családnak osztanak még tüzelőt. Az a céljuk, hogy segítsenek azokon a személyeken, akik rászorulnak, függetlenül attól, hogy roma vagy nem roma. A mostani támogatás is nagyon jól jött az érintett családnak. Darók Sándorné meghatódva fogadta a faadományt és az élelmiszercsomagot is. A roma önkormányzatot azért kerestem meg a Pistét, mert hallottam, hogy sok mindenkin segítenek,
és azt mondta, hogy utána néz, hogy van-e neki lehetősége segíteni, és egy-két nap után felhívott, és azt mondta, hogy tud. Nagyon meglepődtem, és nagyon jó esett, hogy mondta, hogy tud segíteni. Le a kalappal előttük. És mindenkin, én úgy érzem, mindenkin segítenek, akin tudnak. Jakab István elmondta, Mikulás csomagokat és további élelmiszer csomagokat is szeretnének osztani és segíteni mindenkin, akin csak tudnak, hangsúlyozta az elnök. Ezzel a hírrel köszönöm meg mai figyelmüket, friss híradóval legközelebb, holnap este a szokott időben 6 órakor jelentkezünk majd. Most pedig háttérmagazinunkat láthatják, tartsanak velünk továbbra is. Nagyon szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!